A koronavírus járvány az elmúlt években tapasztalt autóvásárlási kedvet is nagy mértékben megváltoztatta. A válságintézkedések és a gyárbezárások miatt áprilisban és májusban 50% feletti volt a visszaesés. Nyáron lassú visszarendeződés látszott a piacon, ami azóta is tart, októberben összesen 11.946 új személygépkocsi eladását regisztrálták. A közeljövő ugyanakkor bizonytalan, az ügyfelek a nemrég bevezetett korlátozások hatására inkább kivárnak ezekben a hetekben. Azért jelentős azoknak a száma, akik inkább úgy gondolták, hogy most nem az autóvásárlás a legfontosabb, hanem inkább tartalékot képeznek. Ez azért egyik oldalon maximálisan érthető, másik oldalon meg azt látni kell, hogy az idei ősszel márkakereskedésekben hihetetlen jó ajánlatok vannak, ami összefügg abban, hogy 2021. január 1-től további szigorítása lesz a károsanyag kibocsátással kapcsolatban a gyártóknak. Éppen ezért most a meglévő készleteiknek a kitisztítása, leépítése van folyamatban. A szövetség elnöke hozzátette, a márkakereskedések jellemzően korábban is időpontfoglalással fogadtak ügyfeleket, ezt a szabályt pedig a járványhelyzetben még fokozottabban betartják. Éppen amiatt, mert a szalonokra alapvetően sem jellemző a zsúfoltság, az érdeklődőkben megmaradt a bizalom. A csekély visszaesést ráadásul kompenzálja, hogy jelentősen nőtt az internetes érdeklődések száma. Az új járművek iránti általános kereslet növekedéshez egyébként a kormány nagycsaládos autó kedvezménye is jelentősen hozzájárult. A program sikere a kereskedőket is arra ösztönözte, hogy bővítsék a 7 személyesek kínálatát, az árakat pedig hozzáigazítsák a pályázathoz. A nagycsaládok valóban azokat az autókat keresik, amelyek árérték arányban a legjobbak, és ebben vannak olyan, akár a Peugeot-nál, a Volkswagen-nél, az Opel-nél, a Ford-nál, amelyek eredetileg kis haszonnyi járműként látták meg a napvilágot, de ezeket a gyártók természetesen a kínálatba kerüléssel egy időben rögtön személyautóváltozatban is kihozták. Ezekre a személyautókra alapvetően az a jellemző, hogy a középső üléssort, azt mindegyiket külön-külön támlával látják el, így a gyerekülések sokkal inkább elférnek, mint ott, ahol egy pad van hátul. Tehát a három gyerekülés ezekben az autókban elhelyezhető, és ezért ezeknek a népszerűsége nagyon magas. Az új autók eladására vonatkozó évelei becslések még 155 ezer jármű eladásáról szóltak, a szakértők azonban már csak 118 ezer új személygépkocsi forgalomba állítására látnak esélyt az idén. A visszaesés mértéke ugyanakkor így is kisebb, mint számos más európai országban.